Szép jó estét mindenkinek! Örülök, hogy ebben a forró éghajlatban egy hűvös, tiszta folyópartján történő bevezetőt hallottunk, és gondolom nagyon sokan tapasztaltuk azt, amikor ugye tudat folyamba lépsz. Amit hallottatok, az a meditációs tapasztalatok egy nagyon fontos része. A Téravádában négy olyan fokozat van, amikor a meditáció alapfázisait leírják, nem a végső, csak az kezdeti. Az egyik az, amit úgy hívnak, hogy Sróta Ápanna, és ez pedig a folyamba lépett. Tehát, ha egyszer egy picikét az ember ezt a tükörszerű, tiszta tudatot elkezdi tapasztalni, akkor látja, hogy mi minden van rajta. És mi mindent visszavíz. a patkánytól kezdve különböző műanyagpalackokig, palackokig, egy kis szerves oldott anyag, szervetlen pillepalack, minden van utána, ha már egyszer kijöttél belőle, akkor van egy olyan fogalom, hogy egyszer visszatérő. Ez a Sakri Dagámin, Páliul, és ez azért érdekes, mert ugyan kijöttünk a szmötyéből, és nagyon-nagyon finom megtisztulni, de azért a vágy még ott van, hogy hadd merítkezzünk meg még egyszer. És ezt a szó képletes értelmében is lehet, hogy akárhányszor kijössz, még egyszer visszamehetsz. Még egyszer nyugodtan visszamehetsz, aztán megint kijössz. Utána van, aki már nem jön vissza, de még ott van a folyópartján. Ez az anagámin, a vissza nem térő. És utána van az arahat, aki el is hagyja a folyópartját. Ez pedig a születés és halál folyójának ugye, a hasonlata. Viszont a Mahajána az egy nagyon érdekes csavar tesz nem csak, hogy azt mondja, hogy nincs ezzel a folyóval semmi baj, ha már egyszer kijöttél belőle, addig probléma, hanem az összes érző lény, segíteni szeretnék, az ebben a folyóban úszkál, nyakig. Néha homlokig, néha fulladozik. És ahhoz, hogy ezt a folyót te igazán megismerd, legyél szíves fölvenni egy búvárkészüléket, és nyugodtan lemerülni a fenekére. Legyen egy kis oxigén. Tehát nem, hogy nem ijedünk meg a saját tudattalanunk, a tudatosságunk játékától, hanem igyekszünk a mélyére hatolni, ott, ahol azok a nagy harcsák vannak, meg a sügérek, az aprócska kis keszegek, néha pontyok. Úgyhogy ez azért fontos, mert ettől a folyótól, amely a tudatunkban az érzések, érzékelések, gondolatok, impulzusok, akaraterő együttműködése és pillanatról pillanatról való áramlása, ettől mi ne féljünk. Nem kell félni tőle. De a megfelelő viszony nagyon fontos. Tehát ahogy hallottad, ha festesz, legyél szíves az orrodat kihúzni a vászomból. Úgy könnyebb, úgy jobban látod a vásznat. Itt is, ha esetleg a folyón te szeretnél még egy kicsikét haladni, anélkül, hogy elsüllyednél benne, akkor nem árt egy csónak. Ez a módszer. Nagyon fontos, hogy ki tudj ülni a partjára, ha akarsz, visszatérsz bele, megismerted a mélyét, a felszínét, a partját, a sodrát, az is, hogy kik vannak benne, kik azok, akikkel együtt ülsz a partján, kik azok, akikkel együtt sodródsz a hullámok között, és kik azok, akik csak a mélyből így próbálnak hozzád beszélni, de nem jut el hozzád a hangjuk. Úgyhogy nagyon érdekes ez az élet, mert akármit gondolsz az ez előtti, vagy az ez utáni állapotodról, így ebben a felállásban, ezzel a testtel, ezzel a lélekkel egy van. Nem több. Egy. Ezért kell nagyon megbecsülni. Ha megnézed, hogy milyen elképesztő meló megszületni emberi testbe, anyuka elmondja, ha nem hiszed, elég nagy meló. Utána a megszületés után felnőni rendesen, bírni a külső és belső pofonokat utána emberré levésed után valami normális, vállalható életutat választani. Ezen közben találkozni valami magasrendű tanítással, egy jó tanítóval és elérni a felébredést, ez a négy nagy feladat, vagy a négy nehézség, amit a buddhizmusban mondanak, hogy nagyon nagy feladat. Megfelelő emberi testbe születni, találkozni a tannal, találkozni a tanítóval és elérni a felébredést. És ez még mindig, hogy a folyó hasonlat is, az alap. Ezek után, hogy kinek tudsz segíteni az életben, kivel hoz össze a sorsod, az irányvételed, kikkel működsz együtt és milyen szinten, ez már rajtunk múlik. Teljesen. Úgyhogy, ha ez ügyben vagy más ügyben bármilyen kérdésetek van, legyedek szívesek föltenni. Azt szeretném megkérdezni, hogy bele bemegyünk a folyóba, megmossuk a, mondjuk a testünkről, a kosz, meg minden, ott marad a folyóban, és a gondolatainkkal, a tudatnak a, a megtisztulási folyamatával mi lesz, vagy erről beszélni hogy... Igen, megtisztulunk a folyó sodrában, amikor úgy kemények az események, tehát kijövünk a csendes partmenti vízre, és iszappal jól megint bekenjük magunkat. <laughs> Utána megmutatjuk a parton, hogy milyen szépek lettünk, és amikor ránk szárad az iszap, meg elkezdenek ránk mutogatni, akkor beugrunk megint a folyóba, ismét vissza a sodorvonalba, megint csutakolunk egy kicsikét magunkon, és utána megint ki a partra, és kezdődik előre. Így megy ez. Most már napok óta ezen gondolkodom, pont ezen a gondolati történéseken, vagy a meditációban figyelem magamat, és ö, azt látom, hogy a gondolatoknak a szinte száz százaléka majdnem olyan, mint hogy nem az enyém. Lenne, csak úgy egyszerűen följön, és akkor kerekedik belőle egy ilyen történet, ami szóval az Andersen az hozzám képest azt hiszem kismiska, és így nem tudom eldönteni, hogy most akkor milyen irányba haladjak tovább. Tehát már ugye elsodort ez az egész történet, ott vagyok az Anderseni történetek között, és akkor így hirtelen fölébredek, és hogy honnan jön ez a sok olyan olyan gondolat, ami igazából úgy érzem, hogy ha épésszel meg normálisan a odafigyelek rá, akkor azt mondom, hogy hát ez egy abszurdom. Elsősorban szeretnék neked gratulálni. Az egyik az az, hogy már napok óta sikerül egy valamint gondolkodnod, ez nekem évek óta nem megy. Tehát így pillanatról pillanatra így jönnek és mennek a filmrendezők, és ami elképesztő gyorsasággal vágják a filmet, én pedig uh, igyekszem nem kivetíteni a vászonra, hanem gyorsan bele a visszaforgató is műbe, a szemét égetőbe. Tehát uh, a gyönyörűséges, nem gondolkodó praxist, azt javaslom gyakorolni, hogy ne több napon keresztül egy tudattárgyon gondolkodj, mert akkor nem csak, hogy Andersen lesz belőle, hanem Hitchcock, meg... King, meg ilyenek. Tehát ez tud még egy kicsit rosszabbodni is, hogyha még több energiát teszel ezekbe a tudatfolyamatokba. Tivatos műszóval szeretném azt mondani, hogy a tudattalanod működését láttad. Na de ez még önmagában nem segít rajtad. Az segít rajtad, hogyha egy mozdulattal kiszállsz a folyóból. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a gondolkodás előtti tiszta tudat, amelyben nem jön és nem megy semmi, amely olyan, mint a tér, olyan, mint a tükör, akkor pont leültél a folyópartján. És teljesen mindegy, hogy milyen halak, csúszómászók és egyebek úszkálnak abban a folyóban. Te ne nyúljál hozzá. És kiderül, hogy az a legnagyobb tisztítás, hogyha nem nyúlsz hozzá, hanem engeded, úgy folyni, ahogy van, te pedig a tiszta jelenléteddel tartod a test, a lélegzet és a tudatosság hármasságát ebben a pillanatban. Ugyanis ezek a reflexív, dualisztikus, hozzászóló gondolatok, na, ezek szokják beszennyezni nagyon keményen ezt a folyamot, mert ítéletalkotással különböző szennyezőanyagokat teszünk bele. Elnevezem az egyik részét jónak, a másikat rossznak, létrehozom az akadályok zátonyait, az önbizalom hiány örvényeit, és a többi. Tehát hinni kell a szemünknek, hinni kell a fülünknek, és nem belemenni olyasmibe, amiben nem szeretnél belemenni. De most ez a figyelem az, amely szépen távol tart a különböző reakcióktól, a reaktív tudatnak az örvényeitől. Sodrással szemben könnyebb, az jobban megtartja az egyensúlyt. Tehát ha nehezebb feladatot válasz az életben, az jobban megtart. A könnyű feladatnál az, mint sodrással egy irányba lefelé az ember ott szépen ladikázik, de ha jön valami szél, vagy egyéb sokkal könnyebben fölborul. Tehát sodrással szembe fölfelé menni, az kőkemény, és az jobban megtart. Mit kell ilyenkor csinálni? Vállalni egy feladatot tudatilag, amely ezt az egészet elkezdi rendbe rakni. Ezért van kohan. Nem csak azért van kohan, mert én szeretem az embereket kínlódni, látni. Hát nem ezért van, hidd el nekem, én annyira szeretném, hogyha mindenkit röpülne keresztül a kapuk rengetegén, és nem ezt látom, hanem azt, hogy a paradoxonokat, mint a halászhálót magadra tekered, és beugrasz vele a folyóban, és kapálózol. Tehát gyönyörű a történet, és én megpróbálok kisegíteni, hogy például, ha nem mozogsz, akkor a hálót esetleg szép lassan leszedheted magadra. De ha kapálózol, akkor a saját gondolataid hálójában teljesen meg tud zavarodni. Úgyhogy jó a feladat, ezért van az, hogy a kuant az csak egy nem mozduló tiszta tudattal, tehát a folyó partjáról tudod megoldani. És amíg te benne vagy ebben a vízesésben, mert azért ezt át tudjuk változtatni Niagarára is nagyon gyorsan, amíg benne vagy, addig a gondolataiddal sajkázol, evezel, hullámzol, és a többi. És a kuan az, amely kiemel, amíg nem hagyja, hogy te benne legyél. És ezért csináljuk ezt a gyakorlatot, hogy végre rájöjj, hogy nem tudni az a feladat, nem gondolkodni ez a feladat, és ettől később a minden nap életben jobban fogsz gondolkodni, és alaposabban fogsz tudni. Akik itt már évek óta tolják ezt a járművet, a saját zen azok ezt tudják. Úgyhogy így tessék folytatni, jó? Egyéb kérdés? A folyóval és az abból való kimászással kapcsolatos a kérdésem, ha én már kint vagyok a csónakban, vagy akár már a parton is. Segíthetek-e, és ha igen, hogyan egy olyan embernek, aki lent van a folyó alján, és uh, egy hajóroncsba kapaszkodik, sőt, esetekben azonosítja is magát ezzel a hajóroncsal? Ez egy gyönyörű Ridley Scott filmnek a kezdete. Na most ezek után legyél konkrét. Tehát én uh, tudok-e segíteni egy embernek? Uh, nem tudom, nevezzem meg, hogy. Nem, kell, a nevét az Isten szemében nem, nem hát ezt hát ne. Nem Csak a helyzetet, mi a hajóroncs, mit csinál, stb. Tehát, hogy legyen Igen. egy kis konkrétum itt a tányéron. Tehát én már kint vagyok a folyóból, ülök a hajóban. Uh, és a hajóroncs az ennek az embernek az élete, ahogy ő maga látja, ahogy érzi, és ezzel teljesen azonosítja is magát. Mit lát abban a hajóroncsban, amitől kapaszkodik bele? Mert általában egy ilyen rozsdás, borzalmas. Azt már ismeri. Azt okay. már ismeri. Jó, le kell küldeni még egy hajót, ami még mélyebbre nyomja a roncsot. Ezt hívta Szunkszenzen mester, úgyhogy még több szenvedés szükséges. Tehát egy olyasféle közuhatag, egy olyasféle újabb hajóroncs, amely amit ugye őt megtart még, azt porrázúzza. Ekkor tud majd elszabadulni. Ha nem, akkor ott fog megfulladni a hajóroncson. Nem kegyetlenség. Tehát nehogy az érzelmeidre hallgass, amikor csak együttérzésről van szó. Az együttérzés jóval nagyobb, mint egy puszta érzelmi tartás. Az együttérzés nem az érzelmekkel kezdődik és végződik. Részei, de nem az egésze. Jó? Tehát amikor együttérzésről van szó, mindig gondolja fogorvosodra. Köszönöm. Szívesen. Azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan tudok olyan gátlás feloldani, amit úgy vélek, hogy még kisgyermekkoromból, vagy lehet, hogy csecsemőkoromból ered, nem tudom pontosan, tehát nem tudok konkrét eseményt felidézni, viszont vannak olyan mechanizmusok, amik úgy érzem, hogy időről időre visszatérnek. És, és most már úgy valamennyire tudom realizálni, de még mindig nem tudom a pontos okát. És így nem tudom, úgy érzem feloldani ezt. Pontosan helyesen. tudod, hogy mitől gátol meg téged ez a gátlás? Mitől? Mit akadályoz? Hát azt, azt akadályozza, hogy, hogy őszintén megnyíljak hozzám. Te mindig meg kell nyílni őszintén? Mert akkor ebből egy valóságsó lesz, tehát nem, de azok, azoknak az embereknek az esetében, akik, akik közel állnak hozzá. Oké, és ők is megnyílnak előtted? Amikor nem szimmetrikus a dolog, tehát ők megnyílnak, te meg nem, az baj vagy mikor úgy érzed, hogy tényleg őszintén el kell mondanod valamit, mert ott a helye, ott az ideje, de nem tudod, az baj. De a szószátjárságtól ments meg, uram, minket. Tehát nagyon sok kapcsolat pont azért mert megy gajra, mert beszéljük, Mert nem merünk hallgatni olyan dolgokról, amiről hallgatni érdemesebb, mert úgy jobban megoldható, mint hogyha állandóan verbalizáljuk, analizáljuk, és a többi. De igazából a gátlás az valamitől véd. Nézd meg, hogy mi a haszna a gátlásnak, és akkor elkezded szabályozni, hogy egy adott helyzetben mennyire van szükség belőle, de ha csak el akarom törölni, az nem fog menni. Lehet, hogy nem is kell. Ö, a kohán gyakorlattal kapcsolatban tudnám. Az micsoda? <laughs> hát ez egy kohán nekem számomra, úgyhogy hogy instrukciót tudnál leadni, hogy a gyakorlat a kapcsolatba? Nem. <laughs> nem tudnék. Légy szíves. Most nehezítsem a dolgodat? Tehát az a jó, hogyha látod, hogy a koant dualisztikus gondolkodással nem tudod megoldani, akkor szépen egy kicsit visszalépsz, és a nem gondolkodó tudat egyszer csak egy intuitív választ a dob. azt behozod az interjú szobába, és utána kijössz azzal, hogy marad házi feladat. <laughs> és akkor előbb-utóbb, ahogy ez az intuitív tudat, ez a tükör tisztul, előbb-utóbb valami betalál. Na ez a betalál, ez a, az első ilyen kis ponthegeztés a koan gyakorlat És ez sokkal inkább a trial and error angolul, tehát próbálkozom, és helyes vagy helytelen, semmint... Előre elgondolom, csinálok egy struktúrát, egy elméletet, megvalósítom. Ha már a folyónál tartunk, akkor hasonlattal szeretnék segíteni neked. Nagyon sok e európai intellektus, amerikai is, egy-kettő, szeretné azt, hogy íme itt a folyó, itt a feladat, itt a karma, építsünk rá egy hidat. Tervezzük meg, szervezzük meg, építsük meg, menjünk át rajta, és örüljünk. Hát ez nem így megy. Ugyanis nem tudod, hogy milyen mély a folyó, nem tudod, hogy pontosan milyen hidat kell építeni, a terhelés sem biztos, ugye, hogy hányan mennek rá, stb. Úgyhogy ez az előre eltervezett történet, ami az elméletnek a gyakorlattá változtatása, ez nem megy. És a zen hagyományban, ha van bölcsesség, akkor az ez. Tehát az ember sokkal kiszámíthatatlanabb, mint egy elméleti konstrukció a karmád az sokkal megjósolhatatlanabb sem, hogy csak egy hiddal szépen ide át lehetne menni az egyik partról a másikra. Sokkal inkább az van, hogy van egy képzeletbeli nagy tarisznyád, amiben rengeteg kő belefér, és így ledobod az első követ a parton egy lépés távolságra. Akkor az ott megcsobban, rálépsz, ledobod a következő követ, arra is rálépsz. Az irányvétel tiszta, de a következő kő az mindig a zsákból jön. És a koan megoldás az ilyen. Koanról koanra, kapuról kapur, és szépen tárul föl egy olyan világ, amit eddig nem láttál. Egy olyasféle tudat, amit eddig nem tapasztaltál. Egy olyasféle működés, aminek eddig nem voltál a birtokában. És ez nem mond ellent az eddigi karmádnak, hanem egy teljesen más szögből láttatja. És ez a plusz nézőpont, ez a másképp látás, ez az, ami az igazi előny, mert ez már egy nem ragaszkodásból, nem azonosulásból származik. Tehát, ha van használati utasítás, amivel a koanókat és egyébként a karmádnak a vastagabb részét érdemes kezelni, az az, hogy ne azonosulj a tapasztalatoddal. Lásd tisztán, lásd meg a felelősségedet és szabadságodat abban a tapasztalatban, azt, hogy hogyan hoztad létre, hogyan tartod fönt és hogyan bontod le, de ne azonosulj vele. Ez a koan gyakorlatra is rendkívül igaz. Tehát ezek az enmesterek akik ott benne vannak a koan történetekben, annyira furfangosak voltak. Feltesznek két kérdést, az ben vagy a dzsungában. Lehet, hogy már egytől is. És ez azért jó, mert megmutatja a gondolkodási szokásaidat. Megmutatja azokat a habitusokat, amivel egyébként is bekergeted magad a dzsungelba, csak most ez nagyon tisztán látszik. Van tükör, ami mutassa. És ezért jó a koanpraxis, mert szembesülsz az ellentmondásaiddal, a paradoxonjaiddal, a megoldatlanságaiddal, és a koan az egy nagyon jó projekciós felület, mert lehet utálni, gyűlölni, gyalázni, minden, és közben a kol nem csinál veled semmit. Az ott ül 1300 éve a könyvben, és rád várt. És megérkezett, meg, meghallottad, és megváltozott az élet. Tehát a kornal sosincs baj, mert az, az vegy tiszta. Annak, annak semmiféle tartalma nincs. Te viszont rávetítesz egy csomó mindent. És amikor ez a kivetítés megszűnik, akkor oldod meg. Akkor látod újra tisztán. Jó? Úgyhogy további jó étvágyat, nem csak neked, mindenkinek, mert azért azt elmondanám, hogy mindenki küzd rendesen. Tehát senki nem kap rossz módszert. Aki az első interjú lényegét megjegyezte, az pontosan tudja, hogy kvázi tácán van kínálva a gyakorlat lehetősége, nincs megnehezítve, nincs eldugva, nincs megkavarva, egyenesen kapott, csak használni kell. És akkor ezzel a kulcsal elkezded nyitogatni a kóanok kapuit, ha akarod. Ha nem, akkor nyugodtan sátrat lehet verni előtte, letűzheted a kis zászlódat, áshatsz lövészárkot, nagyon sok mindent csinálsz, de ha nem nyitod ki a kaput, akkor az csukva marad. Ez ennyire egyszerű. Jó? Tehát nyugodtan merülj el a nem tudható tapasztalatában, a tiszta, tükörszerű tudat élményében, és ezzel meg tudod oldani a látszólag megoldhatatlant is. A gondolat az, az, valamit mindig kihagy. Tehát valamire nem gondolsz. Az mindig a részletekből akarja az egészet összerakni. És hogyha nem gondolkodsz, és hátralépsz egyet, és megmaradsz a tiszta pillanatban, akkor gondolkodás nélkül a valóság már teljes. Egy euh, tapasztalatra szeretnék rákérdezni, egy külső tapasztalatra. Euh, tehát Érzés, Egy külső érzésre szeretnék rákérdezni. Uh, hajnal... Külső érzés. Igen, tehát nem belső érzés, hanem. Külső, külső érzés. Így Jó. Van. Mondja. Uh, hajnali éneklések, és ugyanakkor délelőtti ülés folyamán egy, uh, egy nagyon forró érzés, tehát végigmegy a testemen, tehát bőrömön, és annyira, hogy a verejtik is. homlokon kiüt, hátamon kiüt. ez mi lehet? Hát ez egy külső érzés, ahogy mondtad. Hát... Ennyi? Nem elég. Hát végigment végig rajtad, mint az úthenger, beleizadtál. Próbál, nem próbálom minősíteni, hogy ez most jó vagy nem jó, de ez gyakran előfordul. Jó. Honnan indul, hová érkezik? Mint a vonat. Mondd meg. Kezdettől a végéig. Hát igen, ha nem túl intim, de hát tudod, tehát. Honnan indul, hová érkezik? Azt mondtad végig megy de rajta. Tehát tetőtől indul a talpig, I I I nem a talptól a tetőig. Nem, nem, nem. nem áll meg útközben, nem. nem tankol, <laughs> nem kávézik, jó. nem áll meg sehol, méz, megy végig. Örülhetsz neki, mert ezt hívják tiszta energiatapasztalatnak. Érdemes megfogni a Tantienben egy kis autópálya pihenőre, jó az úgy, ne verjen ki semmilyen biztosítékot, nem vagy ez a Hebrencs típus, tehát nem rohannak a gondolataid annyira, és ezért nem is fognak bekavarni ezek az energiatapasztalatok. Nagyon sok ember nagyon sokféle ilyen hű, meg rezdülés, meg hang, meg ilyeneken megy át az első pár visszavonuláson, aztán ezek elmúlnak. És ez azért jó, mert a karmát azt lehet részecske formájában tapasztalni, tehát gondolatok, érzelmek, múlt, jelen, jövő, és lehet hullám természetében, energia folyamában is tartalmazni, ez általában hőjelenség. De van, aki kihűl. Tehát tudnék neked olyan lényt mondani, aki bejött ide, és azért nem gyakorol ezen, két évig próbálkozott vele, mert olyan lett, mint a halacska. Egyébként rengeteg bolygója van a hal jegyében, tehát ez teljesen mindegy, csak leült, és így kihűlt. És így hideg verejtékben úszott a kis keze, és recsegtek a csontjai, rosszul voltak az izületei, és, és kihűlt teljesen, és azt mondtam, hogy micsoda aszketikus karma ez, hogy melyik barlangban voltál, és hány száz évig, hogy egy ilyen meditáció ezt váltja ki belőled. Tehát, tehát van, akiben ez. Neked meg tűzkarma. Tudod? Tehát ez fogja magát, és így bekapcsol valamit, most nem jellemezném, hogy pontosan micsodát, de ez is a tisztuló tapasztalatok közé tartozik, az energia jelenség. Úgyhogy az elején mindig több a csili-vili és a tűzjáték, aztán az ember tényleg így 50 percig és marhára nem történik semmi, na akkor jó az interjú. Na akkor, akkor bedob valamit oda a semmibe, és hirtelen visszajön a tanítvány következő nap, hogy még akkor se tudja. Tehát ez azért fontos, mert, mert ezek a jövő menő dolgok, ezek nem jók, nem rosszak de nem ezeket keressük. Tehát ezzel, ezzel semmi baj nincs. Csak ezek úgy elmúlnak. És kész. Az fontos, hogyha ilyen nagyon erős energiaáram jelenik meg, a tant ilyen tudatosság az maradjon meg. Nem követjük az energiát, nem szaporítjuk, nem ritkítjuk, nem gondolkodunk róla, nem próbálunk meg el hozzáférni. Jön, megy. Te meg itt maradsz a ködöködben. Oké? Okay? Mindenkinek. Egyéb kérdés? Ö, hogyan különböztessük meg teljes egészében az elnyomás vagy az elengedés közti ö, folyamatokat? Kutya. Kell egy, kell egy kutya hozzá. És a kutya nagyon jól megtenni, hogy mi az, amikor elnyomod, akkor miért ugat, meg sikolt, meg egyéb baja van. Ha meg elengeded, akkor boldogan rohan egyet. És hogyha jó kutya, akkor visszajön hozzád enni, meg aludni, meg ilyenek. Tehát ez csak félig vicc, mert a gondolataid ugyanezt csinálják, meg az érzelmeid is. Megpróbálod elnyomni őket, akkor sokszorozódnak, ugatnak, nyűszítenek, sivalkodnak, harapnak, odaszarnak a szoba közepére, mert nem engedték ki. Tehát azért azt látod, amikor ott dédelgetsz magadban valamit, az büdös van, tehát vigyázzunk. Úgyhogy ez azért fontos, mert ez az elnyomás. Az elengedés meg az, hogy csináljon, amit akar. Enged ki a szobából, megy ki az erdőbe, parkba nem engedjük, csak pórázon, és körbe ment, kirohangálta magát, találkozott egyéb kutyákkal, visszajön, és rendben van. A gondolat, az érzelem, a karma ugyanez. No de, hova engedett ki? Magyarul az irányvétel nagyon fontos. Mi az a tér, amiben beengeded az elmét? Hova engeded a gondolataidat, az érzelmeidet, az akaraterődet, a cselekedeteidet? Milyen térben nyilvánulnak meg, és milyen kapcsolatokat vesznek fel? Ez nem mindegy. Tehát ne, ne akarjunk mi nagyon jók lenni, az csak úgy rosszabb. Legyünk önmagunk. Legyünk egy kicsit tisztában azzal, hogy mit hoztunk magunkkal. Jó? És akkor megfelelő módon tudjuk használni egy idő után. Egyéb kérdés? Hogyan tudom segíteni a gyerekemet abban, hogy ő már könnyebben tudjon kimászni a saját kis folyamából? Tehát hogyan tudom segíteni őt a saját szellemi fejlődésében? Tudom-e segíteni? Meg kell tanítani úszni. Nem, akkor nem fog kimászni, mert szereti a kis folyamát nincs is benne egyedül, úszik különböző egyéb emberkékkel, meg küzd, meg néha ő van a víz alatt, néha más. Tehát ezeket az élethelyzeteket nagyon szeretjük. Ki tudja meddig? Ez is karmafüggő, meg tudatosság függő. Tanítsd meg úszni. Előtte jó, ha én magam is tudok biztonsággal, ugye? Azért jó, hogy itt vagy. Igen. Tehát láss rá magadra, amennyiben ismered magadat és a saját karmádat, annyiban tudod a gyerekedet is segíteni. Ez mindenre igaz. Tehát amennyire látsz belül, annyira tudod a külső feladatokat megoldani. És amikor a gyerek ki akar szállni, na akkor tanítsd meg kiszállni, mert előtte csak visszacibál. Előtte nyűgös, előtte panaszkodik, hogy anyu, de mégsem, mert ne. Tehát nyugodtan enged, hogy lemerüljön, és csak jó pár perc múlva jön föl, mert már annyira tud lélegezni. Az anyai aggodalom ilyenkor kontraproduktív, tehát Igen. nem aggódunk Igen. a gyerekért. Felmérjük a helyzetet, megadjuk neki azt, amire szüksége van, szerintünk ahhoz, hogy megoldja. Ha nagyon köti az ebet a karóhoz, akkor még az se. Oldja meg maga. Találja meg az eszközöket saját maga. Tehát az arroganciára a legjobb gyógyír a tapasztalat, meg az eszköztelenség. Én tudom. Mit tudsz? Na tessék, csináld. Tehát ezt teszi felnőtté. Tehát enged, hogy szembesüljön a világgal, enged, hogy szembesüljön magával, enged, hogy szembesüljön társkapcsolattal, amikor oda jut. Úgyhogy ezek fogják tanítani. Anyuka néha tűkönül és teljesen izzadt homlokkal várja, hogy mi lesz, mi lesz, mi lesz a fiammal. Tartsd nyugodtan ott a tálcán a kötszert, ha kell bekötözöd, ettől anya az anya. Mert akkor is szereti, ha jót csinál, akkor is szereti, ha bűn rosszat. Ez egy anyai specialitás. De nem fogjuk le a gyerek kezét. Különben szoknya komplexus. Ott fog megöregedni melletted. Kell az? Hát nem. Jó, repüljön, csinálja. Mi a helyzet abban az esetben, hogyha az édesapa nem így, nem így látja? És a még együtt való... éltek? Igen. Jó. Tehát, ha a nem hajó így látja, nem véletlenül volt. Mert ez ugye Ha apuka nem így látja, akkor két hatalmas feladat van. Ahogy mondtam, meg kell tanítani a gyereket úszni. Ez azt jelenti, hogy nehogy ugyanabba a hajóroncsba kapaszkodjon, mint a puka. Mert az néha nagyon szimpi. Mint a követés. A bizalomtól kezdve a visszatér, visszatérő visszaigazolásig mindenféle ott van benne. Tehát felnyitni a gyerek szemét. Úgy, hogy nem hangoljuk a másik szülő ellen. Tehát ez nagyon nagy munka, hogy úgy lásson a gyerek tisztán, hogy akár rám se hallgasson, de biztos, hogy ne ragaszkodjon a másik szülő véleményéhez és beállítódásához. Ehhez kell az ok és okozat tiszta tanítása. És Ilyenkor kell a gyereket szinte csak tanítványként kezelni, és lemondani a birtokviszonyról, lemondani a személyiségformálásról, lemondani egy csomó olyan szülői ösztönről, amely egyébként hosszú távon biztos, hogy többet árt, mint használ. És a gyerek küzdeni fog ellen, hogy szabad legyen, hogy én legyek, hogy az én életem, az én utam, az én döntésem. Parancsolj, nyugodtan, formáld az életed, járd az utat, hozd a döntéseidet, de mind, mindkettőnktől függetlenül. Tehát azt nem szabad hagyni, hogy csak az egyik felé dőljön el, és azt se szabad hagyni, hogy csak feléd. Az se jó. Jaj, édes fiam, tudtam, hogy rám fogsz hallgatni. Halálos történet. Halálos történet. Ugyan elképesztő kötések, torzulatok és egyebek lesznek belőle, hogy ez borzasztó. Lásson tisztán, halljon tisztán, érezzen tisztán, gondolkodjon tisztán, döntsön, cselekedjen, a többi tisztán, és akkor meg fogja ismerni az ok és okozat működését. Belül is, kívül is, emberileg is, anyagilag is, minden szinten. Ez a legtöbb, amit adhatsz neki, és ezt meg fogja köszönni. Mert úgy tetted szabaddá, hogy nem szigetelted el. Úgy marad kapcsolatban, hogy nem marad kötésben. És ezeket a paradoxonokat nagyon érdemes kibontani, megfigyelni, egyensúlyban tartani, és nem lecsapni egyik vagy másik pólust. Ha az egyik vagy másik pólusát lecsapod a paradoxonak, látszólag kaptál egy logikus, megjósolható biztonságos megoldást. És közben ott van az öncsonkítás. Az önkorlátozás, az a stb mert jó akartam lenni, és jóvá akartam, csak ne, de nem tudtuk meg, hogy valójában miért van itt, hogy ő kicsoda, hogy milyen úton járjon, stb. stb. És ez legyen az elsődleges, és utána pedig majd az élet tanítja. Vagy ha hozzád jön, hogy anya, ezt beszéljük meg, na, ekkor nyertél. -e? Jó? Van jó karma is, meg, meg rossz is, és a, a jó karmát, ezt, azt, attól is meg kell szabadulni, vagy azt csak jól kell tudni használni, vagy... Láttál olyan rajzokat, amik ilyen fekete-fehér kontúrrajzok, és hogyha így, le, így nézed, akkor egy gyönyörű széges hercegnő, ha pedig így, akkor egy gonosz boszorkány, de ugyanaz a rajz. Ez a jó meg a rossz karma. Tehát jó meg rossz karma nincs, csak olyan látásmód, amelyik vagy így láttatja, vagy úgy láttatja. Ez látásmód kérdése. De az ok és az okozat törvénye világos. Amit tettél, annak mindig van következménye. Mindig. Tehát nincs következmény nélküli cselekedet. De az, hogy ezt jónak vagy rossznak minősítem, az emberi helyzet, nézőpont, hozzáállás, viszonyulás és egyebek kérdése. Tehát ne a jó és a rossz karmáról meregjünk, mert azért nem, mert terméketlen, hanem az, hogy mit akarsz akkor kiegyenesítetted az egészet, és egybegyúrtad azt, amit most a jóval és a rosszal szétválasztottál. Mit akarsz? Milyen irányban akarsz menni? Milyen szándékod van az életben? És ezt nézd meg, hogy ez milyen eseménysort rajzol föl. Hogy itt milyen karmát, karmákat tapasztalsz, hajtasz végre, és akkor ezt fogja kirajzolni az életmenetét, és nem a jóról és rosszról alkotott, egyébként relatíve használható és abszolút értékben használhatatlan gondolkodás. Kutyákkal foglalkozol. Tudod, hogy nincs jó vagy rossz kutya, csak vagy be van tanítva, vagy nincs. Ugye? Na a karma ugyanez. Azt szeretném, a tanácsodat szeretném kérni abban, hogy összesodort az élet egy hát eléggé homályos, tudató és agresszív emberrel. Mit javasolsz, hogy hogy viszonyuljak? Hozzá. Fel kell ébreszteni. Fel kell ébreszteni az ok és okozat működésére. Tehát, ha például kötünk egy szerződést, azt betartjuk, fel kell ébreszteni arra, hogy nem egyedül van, nem tud a saját birtokló mozdulatával hosszú távon mit kezdeni, nem tud védelmet nyújtani saját magának, és a társas viszonyokra és a szerződéses kapcsolatokra kell ráébreszteni a választott eszközökkel és a helyesen választott eszközök megfelelő felébredést hoznak, vagy ráébredést, a helytelenül megválasztottak pedig vagy alulvezérelt, vagy túlvezérelt módon működnek. Az alulvezérelt az, hogy nem ébred föl, nem ébred rá, nem látja, a túlvezérelt pedig az, hogy ugyan rájön, de még plusz probléma keletkezik, egy újabb réteg, eh, homály, egy újabb megoldatlanság keletkezik. Hát mi az a megoldás, ami pont megszünteti a problémát, és nincs alatta, nincs fölötte? És ebben, hogyha szépen tisztán látsz, akkor pontosan annyit tudsz alkalmazni a megfelelő eszközökből, amelyek a probléma teljes megszüntetéséhez kellenek, de nem termelnek új problémát. A felébresztés mozdulata az nem buddhista sajátosság, az nagyon sokféle környezetben működik de nem árt egy kis meditációs tapasztalathoz, hogy megfelelő módon éljünk vele. Jó? Elmondok akkor egy történetet, amely ismét egy folyóhoz kötődik, és szerintem segíteni fog egy csomó embernek ahhoz, hogy a karmáját jobban lássa, és megfelelő módon kezelje. Az enszerzetesek azok elég megjósoltatlan figurák, és a mostani is egy ilyen történet, tanító és tanítványa megy, és egy folyóparthoz érnek Kínában. A folyó nem túl mély, de nagyon sebesen folyik, és egy asszony ott uh, sopánkodik, hogy, hogy, nem tud átmenni. Nem tud átmenni, nincs révész, nincs hajó, nincs híd, semmi, és hát kéne jutni a túloldalra. És az idősebb szerzetes azt mondja, egyet -egy se hogy ülj nyugodtan a nyakamba, én átviszlek a folyón, és így is tett. Leteszi a folyóparton a nőt, hálálkodva ő elmegy, a tanítványa pedig a szerzetes szépen tovább megy, a megfelelő irányban. Hallgatnak, eltelik egy-két óra, mennek, mendegélnek, és egyszer csak a tanítvány már nem bírja tovább, ugye magába óhajtotta folytani, de nem ment, és megkérdezte, hogy idősebb testvérem, feltennék neked egy kérdést, ha ez nem, nem lenne kellemetlen. Azt mondja, nyugodtan bármi. Nézd, mi szerzetesek vagyunk, és fogadalmat tettünk, hogy nem érünk nőkhöz, és megfelelő távolságot tartunk, és rengeteg ilyen szabályunk van. De te mégis úgy döntöttél, hogy nem, hogy hozzáérsz a nőt, hanem a nyakadba veszed, és átviszed a folyó túlpartjára. Miért? Hogy gondoltad te ezt? És erre azt mondja az idősebb szerzetes, én már rég leraktam a nőt a folyó túlpartján. Te még miért viszed? ezzel a magvas történettel és aprócska az embölcsességgel szeretnék mindenkinek további jó gyakorlatot kívánni. Megköszönvén mindenkinek az erőfeszítését, hogy a tiszta tudatot, a csendes, működő jelenlétet minden érző lény javára fordítja. Köszönöm szépen!